Lázas munka folyik a Tolnai Tarnán Karate Egyesület sportszékházi termében. A fiatalok hétről hétre keményen edzenek, aminek meg is van az eredménye. A legelső versenyünk az... Egy picit későn kezdtük el a versenyzést, ugye itt voltak ilyen egészségügyi problémák, és a tatami kupával indítottunk, ez egy nemzetközi verseny volt itt Magyarországon. Ezt követően mentünk az SKSSK Dion Stílus Szövetségnek az EB-jére. Onnan megjöttünk ugye egész jó eredménnyel, mondhatom, hiszen szinte minden tanítványom éremmel zárt. És akkor most múlt héten tartottunk egy ilyen lazítós hétvégét, oda az egész piciket, a kezdőket, a fehéröveseimet vittem el Bátaszékre, a regionális tavaszváró bajnokságra. Ugye hát a Bátaszéki Karate Klubnak a hírneve az most már ismert itt a környéken, és Nagy Ákos barátom, nyugodtan mondhatom, hogy barátom, egy nagyon régi kapcsolat ez már Ákossal, mi 7 évet a főiskolára is együtt jártunk, tehát nagyon régóta ismerjük egymást. Tehát barátomhoz meghívásra mentünk el a regionális bajnokságra, ide 10 gyerkőcöt vittem le összesen. Nagyon örültek, nagyon boldogok voltak, hiszen minden gyerem én nyakába érem kerül. Ákos és a csapata, így kell mondom, hiszen egy stábbal dolgozik, nagyon kitett magáért, mert tényleg az egyedi érmek, oklevelek, egy nagyon barátságos és nagyon professzionális szervezésű versenynek voltunk a szemtanúi. Úgyhogy ott voltunk, most jövő héten készülünk az Ipponsobó Diákolimpiára. Ugye ez egy régebbi versenyszabálynak a megrendezett diákolimpiai rendszer. Itt is közel egy 400 versenyzővel számolunk, hogy jelenleg annyian vesznek részt. Azt követő hétvégén van a WKF Magyar Bajnokság, ott 2 napban vagyunk érintettek, szombat-vasárnap. Ugye első nap az U14 felettiek vannak, kadett junior felnőttek, és akkor a vasárnap pedig az U14-esekkel megyünk el. Akkor a következő hétvégén megint lazítunk egyet, és akkor május 20-án pedig a Fudokán szervezetnek van az országos bajnoksága. Igazándiból így a versenyszezon nagyjából le is jár, de a múlt héten meghívást kaptunk június 3-ára Csömörön egy ilyen évzáró barátságos suli kupára, ahova megint csak fehéröves gyerekekkel tervezek elmenni. A városban közel 500-an járnak rendszeresen Shotokan karate edzésekre. A sportág egyre népszerűbb, ezért is tekinti az egyesületet kiemelt partnernek a helyi városvezetés. Itt körülbelül hozzávetőlegesen most jelenleg a picikkel egy 30 fővel számolok, illetve a középhaladó csoportban egy ilyen 13-14 fő, tehát úgy azt mondjam, hogy 40-45 fő között dolgozunk. Faddon ugyanígy van egy versenyzőcsoportom, meg egy utánpótlás csoportom, ez egy satszper, körülbelül ott is egy ilyen 30-35 fő, tehát azt mondom, hogy durván egy 70 fő az, aki a két klubban nálam, az én kezem alatt tevékenykedik és folytatja ezt a nemes sporttevékenységet. Olaszországban voltunk, Kmitében, első lettem Ipponsobuban, és 12-13-ban indultam, és megnyertem a versenyszámot, és ilyen 7-szer mentem nagyjából, és mindegyiket sikeresen megnyertem. Régen kezdődött, mert hogy nagyon bántották a bátyámat, és hogy apukám egyszer elhozott minket egy edzésre megnézni, hogy hogyan kéne, és azt mondta a bátyám, hogy ő neki nagyon tetszett, és mondtam, hogy nekem is nagyon megtetszett, és inkább a karatét, tehát hogy így inkább nagyon megtetszett, és így mondtam, hogy én is szeretnék karatézni. Nagyon sokáig el szeretnék jutni, még feketőves biztos, és nagyon szeretnék jutni egy olimpiai bajnokságra. Baliéknál a karate már a féle családi hagyomány. Ervin fia, Levente ugyanis nemrégen az úgynevezett SKS-SKDUN Stílus Szövetségi Európa Bajnokságról tért haza aranyéremmel a nyakában. Nagyon jól éreztem magam, ez az első, legnagyobb érem. Ugye Ipponsobuba aranyéremmel szereztem, Szamosóba meg ezüstéremmel. Ugye a világbajnokságon fordító volt ugye, de most szerencsésen ez lett a vége ugye. Úgy volt a meccsek, hogy 1-0-ra volt egy lengyel ellen, azt megnyertem 1-0-ra, és utána döntőben 2-0-ra megnyertem, és úgy lettem első, ugye 3-an voltunk a kategóriámban. A Szamosóban meg a döntőben meg ugye, hát elég sokra kikaptam, nem is tudom az eredményt, de hát nekem az első hely is nagyon jó.
Kortól és nemtől függetlenül mindenkinek érdemes elkezdenie karatéval foglalkozni, aki fejleszteni akarja a mozgástechnikáját és az önfegyelmét. Mindenki megtalálja azt a fajta mozgásanyagot, amivel az ő testi és lelki adottságainak van, testi és lelki adottságaival ki tud bontakozni, és hogy maximálisan jól tudja magát érezni. Már vannak 5 éveseim, bár most idén már nincsen óvis csoportom, 2 éve nem működtetek óvis csoportot, nekem is a munkai elfoglaltság, ami sajnos nem fér már bele az időmbe, de előtte dolgoztam 2 óvis csoporttal, az hetente 30-35 óvis volt, meg egy pár ősz hajszál, de imádtam őket, nagyon aranyosak voltak. Én azt gondolom, hogy 5 éves kortól már érdemes belevágni, és szerintem mindenki meg tudja találni magának azt a fajta érzést, amit a karate tud adni.